Dr. Csicsor János és Jakab István egészségbefektető az élő táplálékokról mesél ma nekünk. Véleményük szerint bolygónk teljes népességét el lehetne látni természetes forrásból származó táplálékkal, és hogy ennek mi a jelentősége, azt már is megtudhatjuk szakértőnktől. Egészségrovatunk együttműködő partnere a vivanatura.hu. István, az ember vére tudományos alapossággal megvizsgálva is piros, és te mégis a zöld vér programra esküsztöl. Egészen pontosan mit jelent ez a zöld vér program? Hogy kell ezt érteni? Ugye én azt állítom, illetve nem én állítom, hanem a tudomány tudja, hogy a nap vére zöld. Azáltal, hogy a napsütés a természet erejével klorofilt állít elő a napsütés segítségével. Értem. És ez a vérünkben, ugye a vas és a magnézium, úgy annyi a különbség a vér meg a klorofil között, ez cserélődik, és így lesz a vérünk vörös, a napvére meg marad zöld. Viszont ez segít nekünk a napvére, a zöld szín abban, hogy akkor a mi vérünk valóban piros legyen és egészséges is, ha jól gondolom. Erre van egy nagyon kis idézetünk Székely Bordó kis könyvéből, hogy csak az élettüze által éljetek. Mert aki hol táplálékokat fogyaszt, az önmaga is holttá válik. Tehát az élő táplálék fogalma, ez most már több ezer éves, ez állítólag Jézus szájából hangzott el, és ma az ember ezt elfelejtette. Tehát mesterséges cuccokkal próbáljuk pótolni azokat az erőket, ami a természetben nagyon sokáig fellelhető volt, illetve ma is fellelhető, csak meg kell találni ezeket a forrásokat. Olyan sokan vagyunk már a bolygón, olyan sok mindenre van szükségünk, és a Földnek pedig véges a lehetősége, hogy ellásson bennünket tápanyaggal, és azért van ez a rengeteg kiegészítés, mesterséges táplálék, mindenféle adalékanyag, hogy erre azért van szükség, hogy mégis egészségesek maradjunk, mert hogy már nincs benne abba a paprikába, abba a zöldségbe az a fajta vitamin, ásványanyag, ami eddig benne volt. De akkor hogyan pótoljuk, hogy akkor hogyan éljünk jól? Ez egy nagyon jogos felvetés, amit mondtál, mert ahogy megöltük a talainkat, megöltük a növényeinket, és a táplálkozási lehetsz végén ott van az ember. Tehát mesterséges vitaminokkal, mesterséges ásványokkal önmagában nem az életet, hanem a halált tápláljuk magunkba, mert a mikrobiomnak ez semmi, ami tulajdonképpen az életet fenntartja. És van egy fantasztikus ember, Yoshide Hagiwara Japánban, aki ugyanilyen elszennyezett környezetből mégis megtalálta, hogy hol tudsz még mindig olyan tápanyagokat találni, amiben dúsított formában minden élőanyag ott van, amire szükséged van. Még van egy menekülő útvonal, hogy fogalmazhatnánk, tehát a gabonafüvek őszi vetésének a tavaszi hajtásait elfogyasztva, ezeket az élőanyagokat megtaláljuk bennünket, és nagyon fontos, hogy hogy szárítjuk meg őket, mert az élő szárítmányoknak életben kell maradniuk. Mi alapján válaszok a polcokról? Honnan tudom, hogy benne van-e abban a csomagolásban a tűz, vagy sem? Az emberiség 1/1000%-a tud csak bio gazdaságokból, természetesen trágyázott növényekből táplálkozni. Ha elmész a piacra, és ez volt a kérdésed, akkor a méregzöldeket választhat. Ha méregzöld valami, akkor abban sokkal magasabb a klorofil tartalom, abban sokkal magasabb a természetes magnézium tartalom, és az összes kófaktor, amitől az élni tud. Minél halványabb valami, minél ízetlenebb, minél selejtebb, abban biztos lehet, hogy nincsen semmi. Kóstoljuk meg, hogy reggel smoothie meg keverék formában milyen zöldeket tudunk elkészíteni. Hát akkor legyünk bátrak és kóstoljuk meg, de csak utánad is István. De kocincsunk már, hogyha... Lehet ezzel? Persze. Hát akkor egészségünkre. Egészségünkre. Úgy látom, ízlik Linnek is a zöld turmix, de vajon van-e még elegendő erő, energia mezőgazdasági területeinkben ahhoz, hogy megfelelő minőségű és tápanyagtartalmú növények teremhessenek? A jelen világunkban az a probléma, hogy az élelmiszerekből súlyos tápanyaghiány van. Vitaminok, enzimek, ásványanyagok hiányoznak a megtermelt élelmiszerekből. Ezek elsősorban nagyüzemi ipari élelmiszerek, szántóföldi kultúrák, és azért kell a sok értékesítő most, mert nincs megfelelő tápanyag az élelmiszerekben. De ezt vissza lehet fordítani. Tehát, hogyha ökológiai, vagy bio, vagy gazdálkodás folytatunk, illetve a talajainkat rendbe tesszük, mert onnan indul minden a talajoktól. Ha élő talajon termelünk növényeket, akkor nagyobbak lesznek a hozamok, nem kell növényvédőszer, nem kell műtrágya, tehát ezt meg lehet csinálni, ezt nagyon sokan bebizonyították. Egészségrovatunk együttműködő partnere a vivanatura.hu.